Sziasztok, Krisztián vagyok, és ez itt a Kriptomókus YouTube csatorna. Egy nagyon rövid, de viszont időigényes videóval jövök most nektek. Mint láthatjátok ide a kis frameomba, mindig kiszoktam tenni a, a projekttel kapcsolatos NFT-t, amiről beszélni fogok. Még mielőtt belekezdenék a projektbe, és elmondanám, hogy miről szeretnék ma beszélni, egy köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik tegnap itt voltak, ugyanis a Twitter oldalomra, ha felmentek, akkor láthatjátok, hogy tegnap volt egy az első Twitter Space. Szerintem nagyon-nagyon sikeres lett, ezt vissza tudjátok hallgatni. Én a, az inflációról és a részvényekről beszéltem bővebben, de volt csomó más érdekes fellépő, és személy szerint Nekem nagyon-nagyon tetszett, nagyon élveztem, hogy így a más emberekkel és a közösséggel tudunk egy kicsit beszélgetni. Volt lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel bárkinek, ez, ez most egy kicsit kevés kérdés volt, de nem baj, majd lehet legközelebb arra is gondoltunk, hogy ezt rendszeresebben fogjuk csinálni, úgyhogy ha érdekel az ilyesmi, és így élőben akartok velünk kommunikálni, vagy kérdéseket feltenni, akkor kövessetek be Twitteren, és akkor kifogom tenni, hogy mikor lesznek a legközelebbi ilyen Twitter space -ek. És mondom, hogy ha szeretnétek visszahallgatni, hogy milyen volt tegnap, akkor itt az oldalamon elérhető a link. De lássuk is a mai témát! Ez a Boki-nevezetű NFT. Ethereum láncon van ez az NFT. Ezt fontos azért megjegyezni, mert az utóbbi napokban, hetekben kicsit kacsingattunk a Solana NFT-kkel, és ez már készülőben van. Két videó, ami a napokban fog kijönni ezzel kapcsolatban. De most maradjunk ennél. A Boki NFT, mint mondtam, Ethereumon létező NFT, és láthatjátok, hogy ez a, a dizájnja egy ilyen leegyszerűsített dúdulra emlékeztető ilyen kis cuki NFT-k, és azért is hozom fel nektek ezt a lehetőséget, mert nyilván nem tudni, hogy hogy fog alakulni, egész jó követőtábora van, 111 ezer, de ami engem érdekelni szokott, hogy hány olyan ember követi, akiket én követek, és azért itt vannak 6-7 ember, aki ezeket követi, úgyhogy ö, ö, elég legit ö, projektnek néz ez ki. Decemberbe jöttek, tehát nem egy-két hete, ö, és. Azért érdekes ez a lehetőség, mert ismét egy refőről van szó, tehát egy lottóról, és itt lehet még jelentkezni május 21-ig 10 óráig, tehát ahogy kijött ez a videó, és látjátok, lehet, hogy már késő lesz, de próbáljátok azért még meg. Ha egyből megnézitek a videómat, ahogy kijön, ezt úgy tudjátok megcsinálni, hogyha YouTube-on bekövettek, és a kis harangot aktiváljátok, akkor kaptok egy értesítést, hogyha azonnal kijött egy videóm, vagy bármi. Szóval, hogyha elég gyorsak vagytok, akkor megmutatom, hogy hogy lehet erre a refőre regisztrálni annyi a lényeg, hogy 0,066-ba fog kerülni a, a, mintelés, ez ilyen 120-130 dollár plusz még 10-20 dollár gasfivel számoljatok, tehát ilyen 150 dollár körüli lesz a mintelés, és ö, volt ebből a 7777 darab lesz, ebből 4400 már a piacon van, akiknek ö, akik whitelistesek voltak, azok már előre mintelhettek, és ha felmegyek OpenSea-re, akkor látod ezeket a 4400 darabot, és jelenleg a floor kb. 0,1 éterrel magasabb, mint amiért lehet mintelni. Szóval, akit nem is érdekel ez az egész, talán azért, hogy részt vegyen a sorsoláson és gyorsan eladja egy kis haszonnal, annak is érdekes lehet. Amúgy az egész projektet reggel uh, Check It Out Zolival beszéltünk, és mi a másodlagos piacon 0.15-ért már fel is csíptünk egyet-egyet. Uh, azért még jelentkeztem a refőre is, hát ha nyerek egy másodikat, és akkor azt a kis haszonnal már el is tudom adni. És miből is gondolom, hogy ez egy uh, olyan projekt lehet, amivel érdemes egyáltalán uh, foglalkozni, ugye, volt egy csomó olyan projekt, ami, ami kijött és egyből lenullázódott. Lehet, hogy ez is ilyen lesz, de sok olyan ö, jele van, ami, ami elég bizalom bizalomgerjesztő. Tehát, hogyha például fölmegyek a weboldalra a boki.artra, mindig ugye linkeket csak úgy kattintsunk hivatalos oldalakról, mint a Twitter vagy a Discord. Mondjuk a Discorddal is vigyázni kell, mert napokban nagyon sok támadás történt. Még az ilyen blue -chip projekteknek a discordjait is sikerült sajnos feltörni. Nem tudni, hogy milyen rossz linkeket posztoltak oda, úgyhogy a discorddal is vigyázzatok! Biztonság kedvéért mindig a hivatalos Twitter oldalról menjetek a linkekre, vagy itt a videó alatt megtaláljátok a linket. Szóval rámegyünk a boki.artra, láthatjuk, hogy a, a design elég jól néz ki. Uh, nem egy gyorsan összecsapott uh, meló. Uh, látszik, hogy a fejlesztők gondolkodtak valamin, uh, lesz itt ugye merchandise-is, lesznek ruhák, uh, kérdése, hogy ez meg fog-e valósulni, de engem ami érdekel, az mindig az a team, mert ugye sokszor mondom, hogyha befektetünk, és hogyha pénzt adunk ki valamiért, akkor tudjuk is, hogy ki kelezeli ezt a pénzt, Kompetens emberekről van ez szó, stb. stb. És láthatjuk, hogy itt a tím azért elég sok emberből áll. És nem, az, nem arra megy ki a játék, hogy egy vagy két ember két nap alatt összecsapott valamit, kidob valamit piacra, és gyorsan lelép a pénzzel, hanem tényleg hosszú távra terveznek. Most az, hogy a terv bejön-e, vagy nem. Az, az, az már másodlagos, de szerintem itt, hogyha egy Refölön részt tudunk venni 0,066 éterér, akkor uh, elég kevés a rizikó, hogy ezt a pénzt uh, kidobjuk az ablakon. Itt a hivatalos Twitter oldalon úgy van, hogy This is a first come, first serve refle, it will be extremely overallocated, tehát gyorsnak kell lenni, regisztrálni kell ezt a Primintel együtt csinálják, a Primint egy ilyen ö, előválogató refő cég, és itt láthatjátok, hogy én már regisztrálva vagyok. Ö, annyit kell tenni, hogy erre a Primint oldalra feljöttök. <coughs> itt a tárcátokba kell, hogy legyen 0,1 éter, ö, ezt itt baloldalt írja, és ö, kell, hogy a Twitteren kövessétek ezt a Boki NFT-t. És hogyha ez a két dolog megvan, akkor itt uh, tovább tudtok kattintgatni és hivatalosan jelentkeztetek, regisztráltatok erre a final sale-re, ugye a maradék uh, 3000 darab, ami 3200 darab, ami amivel ezzel a 4400-zal együtt úgy jön ki ez a 7777 darab. Most az, hogy valaki felcsípjen a másodlagos piacon 0,15 ér, az már rizikósabb. Szerettem volna veletek megosztani ezt a lehetőséget, hogy itt a refölön részt tudtok venni, és 0,066 ér tudtok valami olyasmit venni, ami jelen állás szerint, ugye reveal előtt, ez nagyon fontos, reveal után általában a 10-20-30%-ot esni szokott, szokott a kollekció ára. Úgyhogy ö, vegyetek részt ezen a refülön, hogyha szeretnétek, nézzétek meg ezt a projektet, tetszik-e, nem tetszik. Ezt a lehetőséget szerettem volna veletek megosztani, ö, ha gondoljátok, éljetek vele. Ennyit szerettem volna veletek megosztani, hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!